Sziasztok! Azt mondja a Talmud, hogy a szándék az nagyon fontos. Mi van akar az embernek, megvolt a jó szándéka, valami jó cselekedetet, valami jó micvát teljesíteni, de nem sikerült. Akkor olyan megveszi az örökkévaló, mint a teljesítette is. Szinte a szándék egyedül nem elég, mert ha utána az ember úgy dönti, hogy nem teszi, ez a legjobb bizonyítéka, hogy nem volt igazi szándéka. De ha igyekezett is, nem sikerül, az olyan, mint a teljesítette. A heti szakaszban, vagy szakaszokban, két heti szakaszban, Jákel és Pikudéban olvasunk a szentély felépítéséről. Az egyik fontos dolog a szentélyben az az Áron a Fridláda. Mondja a Talmud egy hihetetlen érdekes és különleges csoda, hogy a ládának, a Fridládának volt egy pontos mérete. A szentek szentének szintén volt egy pontos mérete. Betettek a Fridládát a szentek szentébe, akkor az pont középen állt, de nem foglalt el helyet. Vagyis a láda végétől a pont a fele távolság van minden oldalra. Nem foglalt el helyet. Hihetetlen csoda. Erre felmerül a kérdés, hogy tudunk, hogy a szentét felépítették a zsidóknak az adományából. A kérdés, kinek az adománya volt az, ami vezetett arra, hogy az olyan különleges tárgy készüljön, amit nem foglal el fizikai helyet. Erre az egyik hászid mester azt mondta, ez azoknak az adománya, akik akartak adni, de nem valósult meg fizikailag, ezért ez nem foglal el fizikai helyet. Vagyis a legkülönlegesebb adomány az az, ami nem érkezett meg. Mert abból lett a legnagyobb csoda a szentében. Minden más dolog, olyan adomány, ami megvalósult, annak volt helye. A menóra úgy nézett ki, az asztal úgy nézett ki, a falak úgy néztek ki, és foglaltak el helyet. Itt pedig olyan adomány, ami nem valósult meg fizikailag, akkor maradt a spirituális szférában, és nem foglalt el helyet, és ez szimbolizálja a Fridláda, ami azt jelenti, hogy ha megvan egy igazi szándék, akkor ne sajnáljon az ember, ha olyan akadály történt, amiről ő nem tehet. De kellett legyen igazi szándék. Adjon Isten, hogy legyen meg a szándék, de sikerül megvalósítani is. Kucsáv, ezt kívánok mindenkinek, köszönöm szépen!